február 13-án a Tormai Károly Egészségügyi Központ dolgozói előtt jelentette be dr. Gémesi György polgármester, hogy a képviselőtestületnek előterjesztett javaslata szerint az önkormányzat jövő év december 31-ig mégis vállalja a járóbeteg szakellátási feladatokat. Mint ismeretes, a törvényi előírás szerint az állam május 1-én átveszi az önkormányzatoktól a járóbeteg szakellátási feladatokat, azok ellátásáról attól kezdve az állam köteles gondoskodni. Az egészségügyi központ dolgozói levélben fordultak a polgármesterhez, hogy a város ne adja át a bizonytalan központi irányításnak az intézményt. Február 15-ig kell nyilatkozni annak érdekében, hogy a város továbbra is vállalja ezt a feladatot, hiszen a járóbetegellátás állami feladat, nem önkormányzati feladat. Önkormányzati feladat a gyerekházi orvos, felnőttházi orvos, gyerekfogászat, felnőttfogászat és a védőnői szolgálat. Ezek felett vállalja az önkormányzat továbbra is ezt a feladatot, és hát nyilván annak eredményeképpen, hogy elég erős megvonások voltak és költségvetési megszorítások, egy óriási dilemma volt az, hogy tudjuk-e biztosítani a forrásokat, illetve az, hogy milyen feladatokat pakolnak még majd bele ebbe a kötelezettségbe, hiszen ez nincs leírva. Nem mondták el, hogy ennyi és ennyi évente a költség. Biztos vagyok benne, hogy továbbiakban is lesz ennek költsége, és hogy mennyi, azt ma nem lehet tudni, az előző évek átlagához képest nem katasztrofális, de itt azért több 10 millió forintos nagyságrendre is lehet gondolni. A héten, néhány nappal ezelőtt tájékoztattam a dolgozókat arról, hogy az előterjesztés sem valószínű, foglalkozik ezzel a kérdéssel, és az állami visszaadás irányába gondolkodunk. Ez egy nagyon komoly elkeseredettséget és félelmet váltott ki. Többen írtak le egy állásfoglalást, több mint 100-an írták alá, hogy félnek attól, ha állami kézbe kerülnek, akkor megszűnik az állásuk, szétverik a rendelőintézetet. Ez engem megdöbbentett egyébként, hogy a mindennapokban ilyen félelmet tapasztal az ember, és ezért is, meg azért is, hogy a gödöli betegellátás biztonságban tudjon maradni, és ne kerüljön ilyen problémába, úgy döntöttem, hogy egy olyan előterjesztést teszek a testület elé, hogy 2014. december 31-ig önkormányzati tulajdonban marad a rendelő. A dolgozók félelmét a nemrégiben bevezetett, majd 10 nap múlva visszavont, szakmailag nem teljesen átgondolt járóbeteg beutalási rendszer is fokozta. Visszavonta a főhatóság 10 nap élet után a nagyon sok gonddal megtűzlelt új betegbeutalási rendet, mert kiderült nem csak a mi jelzéseink alapján, noha fellebbezhetetlen határozatként jött meg az Országos Tiszti Orvosi Hivataltól, de nagyon sok észrevételt nyújtottunk be mi is. Polgármester úr is megtette a megfelelő közigazgatási jellegű lehetőségekre alapozott lépéseit, és gyorsan visszavonták. Az egészségügyi reform sok további bizonytalanságot mutat, és mivel a város az intézményre az elmúlt években nyílászáró cserén és műszerbeszerzéseken keresztül jelentős összegeket költött, ezért jelenleg a lehetőségekhez képest egy jó anyagi helyzetben lévő egészségügyi központot tudhat magáénak. Az ellátás elég széles spektrumának a további üzemeltetése úgy tűnik, hogy kevesebb veszélynek van kitéve. A mi intézetünk nagyon sok speciális szakmát is meghonosított az elmúlt években, olyat is, ami közeli kórházakban sincs. Gyermekpszichiátria, gyermeksebészet, gyermekortopédia, allergológia, gyermekpulmonológia, nem is tudom folytatni. Félős lett volna, hogyha egy másként struktúrált rendszerbe átkerülünk, hogy ezek a speciális ellátási formák áldozatul eshettek volna. Novákné Finta Erzsébet gazdasági vezető a betegek magas színvonalú ellátásáért tevékenykedő dolgozók nevében megköszönte a város támogatását.